Jubileumi 15. farsangi előadását tartotta február 7-én a Gödöllői Frederik Chopin Zeneiskola tanári kara. A jótékonysági előadások vendégei a jegyek megvásárlásával az idén 41 éves intézmény működését segítő Continuo alapítványt támogatták. Az iskola életéről és a farsangi műsorról Buka Enikővel, az iskola igazgatójával beszélgettünk. A Frederik Chopin Zeneiskola másfél éve új nevén a Frederik Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskolába több mint 600 növendék jár most ebben az évben. Közel 50 tanár tanít nálunk, nyilván teljes és részfoglalkozásban. A tanszakok általában az alapfokú művészeti iskolákhoz, zeneiskolákhoz hasonlóan az alapszakok, a zongora, vonós, a zongora tanszakot billentyűs tanszaknak hívjuk újabban, a fúvós tanszakok, fafúvós és részfúvós, a népzene tanszak, az akkordikus tanszak, ahová a gitár és az ütőhangszerek tartoznak, illetve a vokális szolfés tanszak. Minden tanárnak van egy fél évben egy minimum egy hangversenye, ahol a szülőknek bemutatkozhatnak a gyerekek. A nagyobb rendezvényeinket, azokat többször vagyunk kénytelenek kivinni külső helyszínekre, már csak azért is, mert a mi kis színpadon két zongora benne, tehát a nagyobb formációk, zenekarok ott már nem férnek el, meg a befogadó képessége sem olyan nagy, de azért szerencsére Gödöllő jól el van látva ilyen úgynevezett koncerthelyszínekkel, akár gondolok a Királyi Kastélyra, vagy az Erzsébet királyné szálloda báltermében volt legutóbb a karácsonyi hangversenyünk, de befogadtak már a Török Ignác gimnáziumba bennünket, a Damjanics iskolába, vagy a Premontreibe, úgyhogy ezért van, hát a művészetek házáról nem is beszélve az igazán nagy rendezvényeket, ugye ott a technikai háttér is nagyon komoly, ott szoktuk megtartani. Kodva mondjad, éhes a szokrajkó, jaj, de nagyon koplan. Adjatok, adjatok, amit Isten adott, mert hogyha nem adtuk, svájci hitelt kapok. Mit kapsz te? Svájci hitelt? Tudod, mikor kapsz te? Verést kapsz, verést? Korhelygót az apád, korhelygót az anyád, tök részegen mindig az árok mélyén hát. Mit kaptál, oklányom? Százast a nyámasszony! Tedd a tarisznyába, jó lesz vacsorához! Nyifakógyi szürke másik házelibe! Hát, ha ott jobb szemmel néznek a szegélyre! Adjatok, adjatok, amit Isten adott! Nézzétek, hogy milyen rongyos szakadt vagyok! Rongyos az vagy, felöltözni se tudsz, ne! A Művészetek Háza Gödöllő Színház termében volt a farsangi műsorunk. Nagyon nagy örömünkre most már két előadásra van szükség, egy délutáni matiné előadásra, és aztán este 6-kor újra előadjuk ugyanazt a műsort, mert kétszer is megtöltik a kedves érdeklődők a színháztermet. Tehát 6-700-an megnézik a műsort. Az égen jár. Szívem, mint az express, úgy zakató, állomásnál majd megáll. Passzív az mindent, nem bírhat el, holnaptán az sem fáj. Ha szembe jössz, és nem is szólsz én hozzá. 15. alkalommal rendeztük meg ebben a formában, bár azt meg kell mondanom, hogy sok-sok évvel azelőtt már volt farsangi műsora a zeneiskolának, illetve nem is a zeneiskolának, hanem az akkor még vonószenekarként működő Gödöllői, ma már Gödöllői Szimfonikus Zenekar indította el ezt a programot, és akkor oda bekapcsolódtak persze a tanáraink is. Hát nézze, mondta a tanár. Az énekes nem a torkából énekel, hát a torkából mindenki tud énekelni. Azzal nem megy semmire. Az ember a hangot leereszti a tüdőbe. És tüdőből énekel. Találtam ki boldogam. Dehogy, intett le a tanár. A tüdőbe csak leereszti a hangot, de mindjárt felküldi az orrba. És onnan, kérdezte minket, izgatottan. Na, onnan, nézett rám szigorúan a tanár. A zsebkendőbe találgattam.
nem készült. Az orrból kiereszti a levegőbe. Az énekes a tüdejével és az Eichstag csővel énekel. Most ebben a műsorban elsősorban a zeneiskola tanárai vettek részt, illetve volt növendékeink is segítettek a különböző formációkban, és velünk volt a idén 30 éves hadjazzband is. Hölgyeim és uraim, egy nagyon-nagyon súlyos bejelentés következik. Itt üldögélek most már másfél-két órája, és egész egyszerűen elképedek azon, ami itt történik. A nyugalma megzavaró bejelentés következik. Kérem a fiatal... Elnézést kérek, ez nem... Én vagyok a polgármester. Ez nem a hivatal, az biztos. Én vagyok a polgármester. Hát most még igen. A nyugalmat megzavaró bejelentés következik. Kérem, a gyerekek szemét akarják el, füleiket dugják be. Mert hogy itt ez a zenekar, aki évek óta rendszeresen Gödöllőre jár, és szórakoztat bennünket, ebben az esztendőben 30 esztendős. Szeretném köszönteni őket. Életműdíjjal, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének életműdíja, egy világka, ami elképező nyertőről kapagyunk, és nagyon-nagyon sok irányba ágazunk el, mint ahogy ők is. Kérem Bényei Tamás zenekar vezetőjét, hogy fáradjon ide, és szeretnék gratulálni a 30 esztendőhöz. Ezt a tortát nem fogom odadobni, csak odaadni. Most is igyekeztünk színes műsort kialakítani. Volt kórusunk, egy békakórus a tanárokkal, megpróbáltunk békáknak öltözni, és a szöveget egy kicsit átírtuk, klikkesítettük, úgymond. Aztán volt egy csodás nyitószámunk, amit már októberben is hallhatott a közönség a Körösfői díjátadón, amikor kollégánk kapta ezt a szép emlékplakettet, akkor arra készültünk ezzel a műsorszámmal meglepetésként Hodor Lászlónak. Lévén ez egy jubileumi év, egy pár műsorszámot fölelevenítettünk az előző évekből, és sokan jelezték is, hogy ó, igen, igen, emlékeztünk erre, és hogy örülünk, hogy újra láthattuk, nem tudom, a Seprűs produkciót például, illetve már ez a békakórus is volt régebben. Egyébként sok-sok héttel megelőzi a farsangi műsort a felkészülés, már decemberben elkezdik a tanárok, a zeneiskola tanárai az erre való készülődést. Kedves klik, látunk egy szép új zongorát. Páncél!
hallgatók, hiába kaphatók, liktől az hallható nem. Mert magas az ár. Segítséget kapunk a műsorhoz a kívülállóktól. A Vajda Gyöngyvér évek óta segítség nekünk a tánc betanításában, amit ezúton is nagyon köszönünk, és a Mészáros Beáta pedig a színdarabok betanulásában nagy segítség. De hol marad a brácsista? Ki fog brácsázni? Hát a Fuchs. Hát a Fuchs az lemondott. Most mondod az utolsó percben? Ahogy néz ki egy vonos négyes brácsani? Egy vonos négyes ma este hármasban is jól fog kinézni. Kérem szépen, Főrök úr. Igen. A nagyságos azt mondja, tökéletesen igaza van. Brácsász nélkül nem lehet. Aranyos főnök úr, teljesen igaza van a kollégának. Szerintem ezt a vonós négyest el kéne olyan alkalomra halasztani majd, amikor mind a négyen együtt leszünk. Nem, uraim, ez ki van zárva. Hát direkt blamás. Az utolsó percben mond le a brácsista. Hát ez. Salgó! Nagyságos asszonyom! Igen? A vendégek! Jaj, beleengedje őket, majd, amíg nem áll össze a vonós négyes. Majd, ha együtt lesz a vonós négyes. Hát de nincs brácsa! Hát de ott a brátya. Itt a brátya. De bratyizni ki fog? Ilyenkor a Varsangi műsorra készülve kifejezetten arra kérjük a szülőket, hogy most az előkészületekben ne segítsenek, hanem jöjjenek el a műsorunkra, érezzék jól magukat, nézzék meg velünk, együtt nevessenek, szórakozzanak, ugyanolyan nagy lelkesedéssel, mint ahogyan mi készülünk erre a bára heteken, illetve műsorra heteken keresztül, és ezzel támogatják az alapítványunkat, hogyha az erre az előadásokra a jegyeket megveszik. Sokféle formáció van a zeneiskolában, talán sorolhatnám is őket. Van ifjúsági és gyermekvonós zenekarunk, ami a táboraink ideje alatt szimfonikus zenekarrá bővül minden nyáron. Aztán van ifjúsági fúvós zenekarunk, vannak kisebb formációk, mint Dixieland együttes, sokféle népzenei együttes, népi énekcsoportunk, illetve most már a csenderes együttes, akik hangszeres és énekes csapat, és vannak furulya együtteseink például, és mindenféle más egyéni formációk alkalomszerűen alakulnak, akár zongora négykezes, vagy ilyen-olyan fúvós, gitáros formációk. A kis gitárzenekarunk is van, nehogy kifelejtsek valakit. Nagyon sok helyre hívnak most már a városban bennünket, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, és szívesen teszünk eleget a felkéréseknek. Kiállítás megnyitókon, a szociális otthonokban gyakran szerepelnek a gyerekek. Tehát a szakmai megmérettetéseken túl, mint országos megyei versenyek, sok ilyen társadalmi tevékenységet is vállalunk. Attól 22 éves korig járhatnak hozzánk a gyerekek, úgyhogy egészen picikortól egyetemista korukig, ezért is van az, hogy olyan sokféle formáció tud alakulni, és nagyon komoly szintre eljut például egy vonós zenekar, olyannyira, hogy komoly szakmai díjakat hoznak el országos versenyekről, dobogós helyezéseket. Február második felében, vagy akár március elején
Hol lehet látni önöket, majd lesz-en most a közeljövőben koncertjük, nagyszabású rendezvényük? Egy különleges alkalomra invitálnám a kedves közönséget, nézőket, hallgatókat, illetve mindenkit, akik a környezetünkben vannak. Március 14-én, szombaton délután 5 órakor a Királyi Kastély dísztermében lesz egy tanári hangversenyünk, ami azért is különleges és megtisztelő számunkra, mert a gödöllői idei tematikus évnyitó rendezvénye lesz, a Művészetek Kertje 2015, ennek a tematikus évnek most a neve. A souvenir, Ami, 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 I'm coming back, souvenir, Ami, a souvenir, Ami, 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 I like music school, Ami, souvenir, Ami, souvenir, Ami, a legjobb suli, zenéli, jaj, de csodás, és nem kell nékünk semmi. Thank you.